Most pedig építsük bele a szervókat a törzsbe, készítsük elő a szükséges kellékeket, a pillanatragasztó aktivátorsprével, az elektronika, akkor mi kell még, egy csipesz, spatulákat használunk, illetve szorítókat a vezérsíkoknak a rögzítéséhez, és kell egy éles nitszer, amivel a horgászsinót tudjuk vágni. Legelőször is, itt a szervó fészeknél, ha esetleg túlér szalag, azt távolítsuk el, ezt egy éles nitszerrel vágjuk le. Na, ez így körülbelül jó is. És akkor először rakjuk be a szervókat. Ebben a pozícióban kell majd behelyezni a szervókat, tehát a szervókar fölfele áll és a farok felőli oldalon van. Hát ha túl szűkre szabtuk a nyílást, akkor bizony nem megy át annyira könnyen. Itt egy csipesszel rá lehet segíteni, a vezetékkel tolni be. Megjelent a másik oldalon. És akkor így ebben a pozícióban kell a helyére bedugnunk. Ez lesz a magassági kormánynak a szervója. Most fontos, hogy a kábelt itt húzzuk föl itt ebbe a, ezen a lyukon. Így. Most jön a másik szervó, ez lesz az oldalkormány szervó. Erre rajzoljunk rá egy egyest, vagy csikarjuk bele valami hegyes dologgal. Bele csikartam egy egyest. Ez fogja majd azt jelölni, hogy az egyes csatornára kell rádugni, így egyszerűbb lesz majd megkülönböztetni a két szervónak a csatlakozóját. És akkor most ezt is átvezetjük a kábelcsatornán. És itt is van. Hoppa. Rosszat fogtam meg. Jó, egy picit kapassuk be ezt a szervót a helyére, így. És most mind a két vezetéket lehelletnyit húzzuk föl. Itt a rétegelt lemez fölé. Körülbelül így. Mert ekkor fog majd a két szervó ütközésig becsúszni a helyére. Úgyhogy itt oldalt fölfekszik. Most ezeknek a rögzítése kétféle módon lehet. Az egyik, hogy egy kis forró ragasztót nyomunk alá, és benyomjuk a helyére a szervókat. Illetve használhatjuk a szervóhoz mellékelt kis csavarokat is. Hát én most ezt a csavart fogom alkalmazni. Amennyire kell, megfogja ez is. Valami hegyes dologgal szúrjunk egy-egy lyukat a furathoz, hogy könnyebben belekapjon a csavar. Átszúrjuk a fóliát, és akkor egy-egy csavarral rögzítjük őket. Hát ezt igazából nem szabad erőből meghúzni, mert a habba fog, tehát éppen csak bele kell hajtani igazából. Ha nagyon meghúzzuk, akkor természetesen kiszakad. Így rögzült mind a kettő szervó. Most pedig a kormányfelületeket állítsuk neutrális helyzetbe, viszont előtte ellenőrizzük le itt a kormányemelőkön lévő furatot, hogy mennyire van kitágítva, át fog-e rajta menni a zsinór. Ha nagyon szűknek tűnik, akkor
én ezt a hegyes csipeszt szoktam így beledugni, és megforgatom benne, ezzel egy picikét ki tudjuk tágítani itt a furatot, könnyebb lesz majd átfűzni a zsinort. Na most, ha ez megvan, akkor úgy fogjuk neutrális helyzetbe állítani a kormányokat, hogy kettő spatula közé befogjuk a kormányfelületet így. Egy-egy szorítóval megfogjuk itt két oldalt. Megcsiptetjük. Ez a módszer azért jó, igyekezzünk mindig a kormányemelőhöz közel megfogatni egyébként. Ez a módszer azért jó, mert ez stabilan meg fogja itt tartani nekünk ezt a felületet. Így meg tudjuk feszíteni a zsinort rendesen, anélkül, hogy a kormányfelületünket elhúznánk. Ugyanezt megcsináljuk itt is. Az oldalkormányon. Így. És akkor most elővesszük a zsinórunkat, és kibontjuk. Ezt a celluxot óvatosan vágjuk le snitzerrel, úgyhogy ha lehet, akkor a zsinort azt ne sértsük meg. És hát ez egy kicsit vicces, mert itt óvatosan kell szétbontanunk ezt a zsinort, hajlamos egy kicsikét összegubancolódni, de viszonylag könnyen ki lehet bogozni. Egyébként, ha nagyon nem jönne össze, nagyon összegubancolódna a horgászsinór, ezt lehet venni horgászboltokba. Legelőször a kormányemelőkre fogjuk rákötni. Hát ilyenkor még igazából nem muszáj kitéríteni, mert úgy egyszerűbb befűzni a vízszintesnél, hogyha nincs kiegyenesítve a kormányfelület. És most pedig egy ilyen csúszócsomót duplán átvéve készítünk rá. Oda húzzuk tőre, és még egyszer megcsomózzuk. Legalább kétszer itt is átvetjük duplán a csomót. Ha ez megvan, akkor egyenesítsük ki a kormányfelületet, állítsuk neutrálisba. És akkor egy csepp pillanat ragasztóval rögzítsük ezt a kötést. Ezt egy fogvájóval vigyük oda. Ez nagyon fontos, hogy meg legyen ragasztva itt ez a kis csomó, mivel ha nem ragasztjuk meg, akkor sajnos ez ki tud lazulni. Így. Adunk neki egy kis aktivátorsprét. Ha megkötött, akkor a felesleget snitzerrel levágjuk. Most pedig feszítsük ki a zsinort, és vágjuk el úgy, hogy a szervón körülbelül egy olyan 8-10 centivel túlérjen. Azt elfelejtettem, hogy kell még egy csípőfogó is, illetve lehet vásárolni villanyszerelési boltokban ilyen pici kis érvékhüvelyt. Ez a legkisebb, amit találtam, és ezzel fogjuk rögzíteni a zsinort. Most a vízszintes zsinórját fűzzük át ezen a zsinórvezetőn, ami közelebb esik a törzshöz, tehát ezen kell átfűznünk. És most húzzuk rá ezt az érvékhüvelyt. Ha ráhúztuk az érvékhüvelyt, akkor fűzzük át a szervókaron, és újból fűzzük át ezen a érvékhüvelyen. Majd ezt jó feszesen húzzuk meg, és egy csípőfogóval nyomjuk el az érvékhüvelyt. De ügyeljünk arra, hogy éppen hogy csak elnyomjuk, ne vágjuk el. És akkor rögzíti a zsinórunkat.
fogassuk föl a másik oldalra a zsinort, az oldalkormányra. Most eltávolíthatjuk a spatulákat, és ha mindent jól csináltunk, akkor a kormányaink neutrális vagy ahhoz közelítő helyzetben rögzültek. Ha van egy kis eltérés, akkor azt majd a szervó középállás eltolásával beállítjuk. Ezeket a zsinórvezetőket szükséges, és nagyon lötyögnek a csöven, akkor feltétlen rögzítsük egy-egy csepp pillanatragasztóval. Az első zsinór vezetőnek a kilépőtől egy 11 centire kell lennie, itt a hátsónak pedig körülbelül egy olyan 5-6 centire. Hát ez nem fontos itt annyira pontosan betartani ezeket a méreteket. Tehát ez itt 11 centi, ez pedig durván egy 5-6 centi. Most pedig nincs más hátra, dugjuk rá a vevőre a szervókat. Megkeressük az egyessel jelölt csatlakozót, az ez, és akkor ezt rádugom az egyes csatornára, polaritás helyesen, ez nagyon fontos, tehát a negatív van a nyáklap felé, fekete kábel, a kettesre pedig a másik csatlakozót fogom rádugni. Még egyszer leellenőrzünk mindent, és akkor itt be is dughatjuk a helyére ezt a vevőt. A törzsbe. Az antennát pedig, hogyha fölfogadtuk a szárnyat, akkor egy cellux-szal tudjuk majd a tetejére rögzíteni. Nekem az a tanácsom, hogy ide a zsinór rögzítéshez még egy-egy csepp pillanatragasztót cseppentsünk oda, hogy biztosan megfogja a kötést, ne tudjon elmozdulni. Egy-egy cseppet mindkét oldalra oda teszünk, és egy kis aktivátor sprayvel rögzítjük. Már csak annyi van, hogy körülbelül egy centire innen a kis csövecskétől a felesleges horgászsinót és nitszerre vágjuk le. És kész a madzagozás.